Üdvözlöm Önöket! Ha van jelképes alakja a rendszerváltoztatás idején történt hatalomátmentésnek, Horn Gyula kétségtelenül az. Volt Pufajkás, a szovjetek tolmácsa, a kommunizmus utolsó külügyminisztere, 1994-ben pedig már demokratikusan megválasztott miniszterelnökként tért vissza a politika élére. De hogyan ítéli meg az utókor, mik a vitathatatlan bűnei és mit írhatunk a javára? Ennek járunk utána az M5 História mai adásában. Miért lépett be Horn Gyula a karhatalomba, és milyen szerepet vállalt az 1956-os forradalom leverésében? Erre keresi a választ Hamar Donát. Horn Gyulának köszönhető a vasfüggöny lebontása? Ki állt valójában a döntés mögött? Koltai Bori a vele kapcsolatos fő mítoszt vizsgálja. Pufajkásból rendszerváltó politikus. Koltai Bori annak is utána járt, hogyan ítélhetjük meg Horn Gyula szerepét 34 évvel a rendszerváltoztatás után. Horn Gyula életéből eltűnt egy hónap. Saját állítása szerint 1956. novemberében nemzetőr volt, azonban valószínűsíthető, hogy már ekkor belépett a karhatalmisták közé, de az ezt tisztázó dokumentumnak nyoma veszett. Milyen szerepet játszott Horn a megtorlásban? Ennek járt utána Hamar Donát. Horn Gyula egész életében ezt soha nem bánta meg. A Kádár korszakban ez az elkövetett történelmi hamisítás, ez még most is él időnként a fejekben. Én a Pufajkás osztagban a törvényes rendet védtem. Először is szeretném világossá tenni, hogy 1956 nem a kommunizmus elleni harc volt. A felkelők sem akarták eltörölni azt. Így nyilatkozott Horn Gyula a Die Welt napilapnak fél évszázaddal 1956 után. Ez sok kérdést vet fel. Mit is csináltak a karhatalmisták valójában? És hogyan vett részt Horn Gyula a forradalom leverésében? Ma ennek járok utána. Kik voltak a pufajkások, és milyen szerepük volt nekik a forradalom leverésében? Hát ez a kádári karhatalom erőszak szervezete, ugye köztük ezt lehet ugye úgy is nevezni, mint a munkásőrségnek részben elődjét, de ugye ezek olyan emberek, akik nem hivatásos katonák. A cél elsősorban az volt, hogy megalakítsanak egy olyan csapatot, vagy egy olyan szervezetet, egy olyan fegyveres testületet, amely alkalmas arra, hogy a kezdeti Kádár korszakot megszilárdítsa, hogy ne csak a szovjet csapatok legyen bízva az egész történet, hanem legyen egy olyan fajta ereje a pártnak, amely köré majd tudnak szervezni, és ugye amelyek majd alkalmasak lesznek arra, hogy megszilárdítsák az új korszaknak a hatalmát. Képzeljük el ezt a szituációt, hogy mindenki a forradalom mellett van még, mind a nyugati közvélemény, mind ugye az emberek. Amikor Kádár egyáltalán nem lett biztos abban, hogy ő igába tudja hajtani az országot, és ehhez kellenek neki ezek a karhatalmista emberek, hogy ténylegesen megtörténjen, hogy a falvakban is végigverjék az embereket, a városokban is, tehát hogy féljenek, és akkor emiatt elkezdjenek együttműködni a rendszerrel. Ami nagyon fontos feladata még ennek a karhatalmiértségnek, hogy elkísérik a nyomozókat adott esetben, amikor be kell gyűjteni azokat a fiatalokat, akik szerintük valamit elkövettek, vagy hogy már akkor hívják őket az ellenforradalmárokat. Én rólam köztudomás, hogy 1956. december közepe és 57. júniusa között szolgálatot teljesítettem a karhatalomban. Hogyan kerül Horn Gyula a karhatalmistákkal egy lapra? Tudni kell, hogy Horn Gyula ekkor a pénzügyminisztériumnál dolgozik, és ott tulajdonképpen ő ilyen adóügyekkel foglalkozik, tehát az élelmiszeripar és a kisipari szövetkezeteknek az adóit ellenőrizgeti, és ennek kapcsán ő Szegeden van, október 23-án, 24-én, a saját visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy október 24-én értesül arról, hogy mi történt Budapesten. Önként jelentkezett arra, hogy megvédje a néphatalmat, illetve hát ugye az új forradalmi munkásparaszt kormányt, és senki nem kényszerítette erre, hogy belépjen a rendőrségnek az úgynevezett Hunyadi különítményébe, amelynek kifejezetten az volt a feladata, hogy a forradalmárokat gyakorlatilag megverjék. Elég érdekes, hogy ő miket ír, hogy ő miket végezott. Ő azt mondja, hogy őriznek hidakat. Különböző objektumőrzésekre vannak itt, ezeket mind csinálnak, járőröznek adott esetben. Hát ugye nyilván a pufajkások az ennél többet is csinálnak, és
Egy esetet ír, ami nagyon különös és érdekes, ez egy Pest megyei eset, amikor a nyomozókkal együtt kimennek, és ő szemtől annak, hogy azokat a fiatalokat, vagy akiket ott elkapnak, és ugye gyanúsítják az ellenforradalomban való részvétellel, ott megverik őket, és azt mondja, hogy ugye másnap ez ellen tiltakozik, és akkor nagyon sokan fölhördülnek a csapatból, hogy áruló. Az ellenforradalmárok a Népligetbe vitték, és ott akasztották fel. Ezt nyilatkozta Horn Gyula testvére haláláról. Ezzel a személyes történettel indokolta karhatalmi múltját. A történészek szerint azonban nem így történt. Horn Gézát a Népligetben valószínű Horn Gyula elbeszélése szerint egy szovjet katonai teherautó elgázolta, utána pedig meglincselték és felakasztották. Itt ugye az az érdekesebben a történetben, hogy több verziója van, mert hogyha ugye a szovjet katonai teherautó halálra gázolja Gézát, akkor utána miért van szükség arra, hogy az úgynevezett általa, úgynevezett ellenforradalmárok meglincseljék. Uh-huh. Tehát itt ugye a két történetszál nem biztos, hogy összeér. Vannak feltételezések arra, hogy valójában ez csak egy baleset volt, és akár az is elképzelhető, hogy nem ilyen célzattal történt. Nagyon érdekes, hogy ő ezt is említi, mint hogyha igazolni akarná, hogy ő azért lép be, hogy hát ezeket a huligánokat és mindenfajta ilyen gyilkosokat, meg köztörvényes bűncselekmény elkövetőket. Itt átjuttunk egy kicsit, ez érezhető a Kádár korszaknak a magyarázatára, hogy miért történik 56, vagy kik vesznek benne részt, és ott nagyon sokat beszélnek, ugye különösen majd amikor átértékelik az eseményeket, és már az egész október 23-ától tartó esemény sort tulajdonképpen ellenforradalomként apostrofálják. Ez egy teljesen egyértelmű populista taktika, ugyanis ezek után a választói azok biztos, hogy ő rá szavazta, hiszen hát ő csak a testvérét védte meg. Én úgy tartom valószínűnek történészként, hogy ő önszántából maga ténylegesen azért lett pufajkása, hogy ugye ezt nevezni szoktuk, mert ez volt a meggyőződése. Ehhez a testvér halála az csak tényleg egy olyan háttértörténet, ami jól hangzik, jó, hát sajnos tényleg megtörtént a tragédia, a testvére tényleg meghalt ezekben a napokban, de erre vonatkozóan rendőrségi jegyzőkönyvünk nincsen, nyomozati anyagunk nincsen. Nagyjából olyan 15 ezer pufajkásról kell beszélnünk a karhatalom oldalán, és azért nem mindenki kapott kitüntetést. Tehát itt a munkásparaszt hatalomért tulajdonképpen emlékélemről beszélünk, és ugye ezért csak azok kapták meg, akik ténylegesen valamit azért letettek úgymond az asztalra azért, hogy a Kádár korszakot normálisan el tudják kezdeni építeni, megerősítsék, és hogy leverjék azokat, akiket úgy hívtak, hogy ellenforradalmárok. Itt ugye az az érdekes, hogy ezt a kitüntetést Horn Gyula is megkapta, tehát ez bizonyító erejű arra vonatkozóan, hogy ő ezekben a megmozdulásokban, erőszakos cselekményekben részt vett. A magyar köztársasághoz hű leszek. Azonban én nagyon érdekesnek tartom aztán a való viszonyát ez az egész történethez, hiszen a logikus az lenne, hogyha valaki mégiscsak egy új és demokratikus Magyarország miniszterelnöke lesz 1994-ben, akkor ezzel valamit azért csak illenék kezdeni. Nyilván mondhatjuk, hogy jó, hát ez nem számít, mert a magyar nép ezen már túllépett, az lehet csak a történelem az ilyen egyszerűen, az nem megerőszakolható, és az ehhez való viszonyáról azt igazán nem sokat tudunk, tehát hogy ő a saját szerepét utólag hogy látja ebben az egész történetben, és ez pedig azért különös, hiszen 94 és 98 között is ünnepeltük 1956. október 23-án. Mindig fontosak a belső visszaemlékezések. Ribánszky Róbert Kádár János egykori személyi titkára így fakadt ki 1989-ben. Azt mondja, hogy lehet például egy Horn Gyula most jobboldali, mármint Ribánszkyhoz képest. Ő, aki pufajkás volt, méghozzá nagyon kegyetlen pufajkás, mivel a bátyját nagyon kegyetlenül gyilkolták meg az ellenforradalmárok. A Gyula nagyon kemény volt. Ő vágott, lőtt, mint a bolond. A vendégem Ötvös István történész, jó estét kívánok önnek. No hát mennyire lehet hiteles egy ilyen visszaemlékezés, hogy a 89-ről van szó, Ribánszky és Horn már nem egy platformon vannak. Egy korabeli viccel kezdjem a dolgot. A megbízható kommunista az, aki sziklaszilárd meggyőződéssel vállalja a párt napról napra változó álláspontját. Ugye ebben az időszakban már szétesik ez az egész. Igazából maga Horn Gyula személyére vonatkozó történet az onnantól kezdve szerintem igazából érdekes, amikor a 80-as évek elején szétválasztják az MSZNP KB külügyi osztályát,
lesz egy nyugat-európai orientációjú csapat, és lesz egy Szovjetunió és igazából kelet-orientált, a szocialista államokra orientálódó csoport. Na, ennek az egyik vezetője Horn Gyula. Mármint az utóbbinak, tehát a kelet igen, felé. Igen. És a másik az a Németh Miklós szárnyai alatt kezd el növekedni. Tehát, hogy gyakorlatilag a Horn Gyula lépéselőnyben van, nem szoktunk ezzel foglalkozni, ez nagyon fontos, hogy a kommunista párton belül is vannak embereik, már tisztában vannak azzal, hogy hát ennek a rendszernek lefőtt a kávé, 84-85 magasságában már lehet sejteni bizonyos szintű tudással rendelkező embereknek. A bizonyos szintű tudás az azt jelenti, hogy akik kelettel foglalkoznak, azaz Szovjetunióval, ők már látják a szovjet vezetésben a változásokat. Egyrészt, másrészt pedig akik gazdasági vonalon mozognak. Tehát a KGST széthullását, a Szovjetunió gazdasági problémáit és ennek a politikai megoldását, amit majd Gorbacsov fog fölkínálni, mert Gorbacsov nem demokratizálni akarta a Szovjetuniót, hanem megmenteni. No, akkor nézzük meg azt, hogy ugye van itt a karhatalmista múlt 1956-57-ben. Aztán utána ugye külügyi vonalra kerül Horn Gyula, lesz különböző nagykövetségeken, Belgrádban, Szófiában is, és egyébként vannak visszfeljegyzések, amelyekben kifogásolják a stílusát, az életmódját és így tovább. Ugye én is olvastam egy ilyen visszaemlékezést, hogy felhívtuk Horn elvtárs figyelmét arra, hogy máskor válogassa meg a szavait másokkal szemben. Szóval sima ez a pálya egészen a KB külügyi vonaláig? Egyáltalán nem. A helyzet az, hogy maga már a karhatalmi, ugye utólag úgy szoktuk tekinteni, hogy a karhatalmisták azok szilárdan állnak a Kádár mellett. Most ehhez képest azért tudunk olyan karhatalmi vezetőről, aki később börtönbe kerül. Tehát önmagában az sem garancia semmire. Tulajdonképpen hogy a lényeg szerintem a Horn esetében az, hogy egy nagyon, nagyon jól beágyazott ember ebben a katonai, fegyveres vonalban, ami nagyon fontos, mert az a rendszer egyik tartó pillére. A másik oldalon viszont a külügyi vonalon nagyon jó nemzetközi kapcsolatokat tud képíteni, pont azokon az utakon, amiket itt említettél. És tulajdonképpen a Horn Gyula szépen fokozatosan tudja fölépíteni saját magát most. Az ilyen típusú dokumentumok, amelyeket említettél, ezekkel azért kell borzasztóan vigyázni, mert pozícióharc a Kádár rendszerben is van. És sokszor úgy szoktuk erre a korszakra tekinteni, hogy mindenki ugyanazt akarta, de ez nem igaz. Tehát kőkeményen ment egymás fúrás faragása. Horn valóban egyébként egy nyers stílusú ember volt, ez nagyon sokaknak nyilván nem tetszett. Benne volt egy ilyen, hát ez a családi vagy gyerekkori helyzetéből fakadóan egy ilyen vagányság egyébként, ami azért mondjuk egy külszolgálatban nem biztos, hogy pozitív tulajdonság. Igen, de azt azért elmondhatjuk itt is, amiről beszéltünk egyébként pár nappal ezelőtt is, hogy az aktákat, amelyek megszületnek az állambiztonságnál, azokat nem kell feltétlenül igaznak elfogadnunk, kifejezetten nem szabad, és egyébként nem véletlen, hogy például a karhatalmista anyagoknak egy jelentős része az szublimált az elmúlt, és ebben az időszakban Horn esetében pont. Is, persze. Horn esetében is. Tehát az aktív állomány, az aktív politizáló karhatalmistáknak az anyagait, azt nagyon sokszor kiemelték. Egyébként ez nem zárja ki azt, hogy valahol még majd egyszer megtaláljuk. De tulajdonképpen itt a magának a karhatalomnak a történetének a megírása, ami a Nemzeti Emlékezet Bizottságában pont én állítottam össze a karhatalmi vezetőknek a archontológiáját, ott is rengeteg ilyen típusú nehézséggel küzdöttünk. Köszönöm egyelőre a beszélgetést, mindjárt folytatjuk még. 1989 nyarán 10 000 NDK-s menekült várt a Magyarországon, hogy Ausztrián keresztül az NSZK-ba utazhasson. Az újraegyesítés létrejöttében a német állam a mai napig elvitathatatlan szerepet tulajdonít Horn Gyula akkori külügyminiszternek. Valójában viszont kinek a döntése és érdeme volt a határzár megszüntetése, Koltai Bori riportja következik. 1989 májusában Horn Gyula külügyminiszter lett a Németh Miklós vezette kormányban. Néhány héttel később, június 27-én, osztrák kollégájával közösen ünnepélyesen átvágta a vasfüggönynek nevezett műszaki határzár szöges drótját. A vágóeszközökkel pozoló külügyminiszterek fotója bejárta a világ sajtót, és a határnyitás jelképe lett. De vajon mik voltak-e Sopron környéki szimbolikus gesztus előzményei és következményei? És mi volt Horn Gyula szerepe mindebben?
Hatalmas nagy költsége volt a határzár fenntartásának, ugyanis ez egy elavult szerkezet volt, valamikor a 60-as években húzták fel ezt a fajta jelzőrendszert, ami a vasfüggönyt jelentette. Itt milliárdos költségről volt szó, amivel rendbe lehetne tenni ezt a jelzőrendszert, de ugyanakkor erre már nem volt szükség. Onnantól kezdve, hogy a világ útlevél életbe lépett, a vasfüggöny, illetve ennek a jelzőrendszernek a fenntartása már nem a magyar érdekeket, tehát a magyar állampárt érdekeit szolgálta, hanem kifejezetten a blokk többi országának, az állampolgárainak a fenntartását, visszatartását szolgálta csupán. Nagyon komoly nyomás is volt a többi úgynevezett testvérország részéről, hogy fönntartsuk ezt a védelmet, mert ők nem akarták a saját állampolgáraikat kiengedni, és ez egy kényes kérdés volt, hogyha ezt föl számolják, akkor mennyiben fognak esetleg retorzióra számítani. Annak az ideje már régen elmúlt, hogy Magyarországon egy-egy reform lépésért előbb el kellett szaladni Moszkvába és engedélyt kérni. A miniszterelnöki pozícióban Németh Miklós nagyon sok, nagyon nagy fordulatot hozott, és ő úgy látta, hogy a nemzetközi helyzet alakulása is egyre inkább lehetővé teszi, hogy talán közeledjünk ahhoz a gondolathoz, hogy átengedjük a kelet-német menekülteket Nyugat-Németország felé, de ez akkor még nagy veszélyekkel járt. És ezért óvatos és tapogatozó tárgyalások tömege zajlott abban az időszakban. Végül egy olyan biztonságot érzett Németh Miklós Gorbacsov személyében, hogy megmerte tenni azt, hogy május 2-án bejelentse a határzár feloldását és a határ lebontását. A Hegyeshalomban rendezett sajtótájékoztatón a hazai sajtó képviselőin kívül 100 külföldi tudósító vett részt Angliától Indonéziáig. Ugye Horn Gyula külügyminiszterként fölveszi a kapcsolatot az osztrák külügyminiszterrel, és a személyes tárgyalások során az osztrák külügyminiszter az, aki jelzi, hogy majd kér ebből a vasfüggönyből egy darabot, egy szöges drót darabot, és ebből a beszélgetésből akkor úgy, hát akkor menjünk ki és vágjuk át ünnepélyes keretek között. Ez egy média hack volt, tulajdonképpen meg lehetett akkor már találni egy olyan szakaszt a vasfüggönyön, a szöges dróton, ami még épségben volt és át lehetett vágni, de ezt megkeresték, megcsinálták fotókkal, tudósításokkal, bejárt az egész világot, és ezzel Horn Gyula elérte azt, hogy a világ szemében ő lett a határnyitó. A látvány az Horn Gyulához kötődött. A kemény meló pedig, ami a háttérben zajlott, és a veszélyek vállalása, az Németh Miklós nevéhez kötődik viszont. Az akadálytalan határátlépésről ekkor még egyáltalán nem beszélhetünk. Így van, a határőrizet az megmaradt. És ez is problémát okozott egyébként a politikai oldalnak, hogy hogyan kommunikálják mindezt. Hiába nyilatkozik Grósz Károly, vagy bárki párt részéről, hogy nem szűnt meg a határőrizet, az emberek ezt nem veszik már komolyan. És megindul egyfajta belső migráció, tulajdonképpen a belsőt a szovjet blokkon belüli migrációra értem, hogy Magyarországba érkeznek azok az emberek, akik szeretnének nyugatra távozni. Itt elsősorban az NDK-s menekültekről van szó. A Nyugat-Német Követség előtti utcán sátoroznak a kelet-németek. Tehát tényleg tarthatatlan, humanitárius szempontból tarthatatlan már a helyzet, ráadásul a kelet-németekkel nagyon komoly kétoldalú megállapodás van érvényben arról, hogy Magyarország kiadja azokat a kelet-német állampolgárokat, akik határsértést, vagy illegális határátlépést kísérelnek meg elkövetni. Ugyanakkor egy idő után ez vállalhatatlan lesz. Közben ugye rengeteg minden zajlik Magyarországon is, megkezdődnek a nemzeti kérekasztal tárgyalások, tehát a rendszerváltás alakulgat, Nagy Imre újratemetés is megtörténik, de azért a nemzetközi feszültség az még fönnáll. Augusztus 19-én van a páneurópai piknik, valahol az MDF táján kezdeményezték, és aztán Pozsgai mellé állt, egy találkozó volt a határ közelében, ahol kihasználva az alkalmat, hogy megnyitották úgymond a határt, 600-an át tudtak menni. Sírva, nevetve átszaladtak az egy óra hosszára felnyitott határsorompó alatt Ausztriába.
Az is kérdéses volt, hogy hogy fog egy ilyen határnyitásra reagálni a Szovjetunió, és nagyon, tehát nem, igazából nem volt reakció, tehát ez megerősítette azt a lehetőséget, hogy ezt tovább lehet vinni. Tehát ez egy nagyon komoly fordulópont, és innentől kezdve Horn Gyula is határozottabb lesz a keletnémetekkel. És 25-én találkozott egymással Genscher, külügyminiszter Kohl, Németh Miklós és Horn Gyula. Megállapodás lett a vége, tehát hogy igen, mi ezt megtesszük, ezt a lépést. Van egy olyan anekdota, hogy Kohl kancellár állítólag Gorbacsovval felvette a kapcsolatot és megkérdezte, hogy a szovjetek hogy állnának hozzá egy ilyen határnyitáshoz, és állítólag Gorbacsov azt mondta, hogy a magyarok jó emberek, amiből arra következtetett a német vezetés, hogy a szovjetek nem fognak beavatkozni. Horn Gyula, az ügyes politikus ismét megragadta az alkalmat, és végül is, amit Németh Miklós irányításával hát ugye eldöntöttek, azt ő jelentette be szeptember 10-én egy Hét című műsorban egy este, hogy 11-től szabad a pálya a kelet-német állampolgároknak nyugat felé. Az itt tartózkodó NDK állampolgárok saját, tehát NDK úti okmánnyal eltávozhatnak abba az országba, mely befogadja őket. Ez 00 órától lép érvénybe. Tehát ma éjféltől lép érvénybe. Ma éjféltől lép életbe. A határnyitást követően a saját történelmi szerepét sikeresen kidomborító Horn Gyulát a németek jótevőjeként ünnepelték. A német egységnek a legfőbb jótevője, hogy ez létrejöhetett, az Horn Gyula, hogy a berlini fal leomlott, az Horn Gyulának köszönhető. Ez azért benne van a német politikai közgondolkodásban mind a mai napig. Maga Kohl kancellár is mindig egy picit Horn Gyulával jobban kötötte ezt a dolgot, mintha úgy tűnt volna. Ő azért pontosan tudta, hogy mi történt, de Horn Gyula iránti tisztelete, szeretete, ez kétségtelenül megvolt. Egyébként Németh Miklós és Horn Gyula között a későbbiekben, már a későbbi megítélésben itt komoly viták is voltak. Németh Miklós a Heti Válasz 2004. augusztus 19-i számában feltette a kérdést. Elképzelhető, hogy egy ekkora döntést nem a kormányfő, hanem a külügyminisztere hoz meg. Minden jel arra utal, és minden tény azt mutatja, hogy Németh Miklós volt itt a meghatározó. Horn Gyula mindig is nagyon okos és ügyes politikus volt abban a szempontból, pragmatikus politikus, aki mindig észrevette, hogy a folyamatok merre tartanak. És azoknak próbált mindig az élére állni. Ő fölismeri azt, hogy ebben a határbontásban van egy olyan potenciál, ami a blokk összeomlása után, ez egy politikai tőkeként jelenhet meg az ő reputációjában. De ez nem azt jelenti, hogy Horn Gyula, mint külügyminiszter, ne tett volna meg persze nagyon sok minden fontos dolgot és fontos tárgyalásokon ne lett volna ott. A rendszer összeomlóban volt, tehát a vasfüggöny, az Horn Gyula nélkül, vagy Horn Gyulával együtt úgy is leomlott volna 89-ben. Mi pedig folytatjuk Ötvös István történésszel, mégpedig azzal, hogy a szovjeteknek vajon milyen gazdasági vagy egyéb érdekük fűződött ehhez a magyar határnyitáshoz. Gorbacsovnak az érdeke volt, ugye úgy szoktunk tekinteni az egész szovjet blokkra, hogy van a Szovjetunió, Moszkva, és akkor hozzáképest mindenki alárendelt szereplő. De azért ez nem egészen így van. Ahhoz, hogy a Szovjetunióban lépni tudjon Gorbacsov, ahhoz neki közép-európai szövetségesekre van szüksége. Két országgal volt problémája ebben az időszakban, Romániával és az NDK-val, akik ugye a legvonalasabb sztálinista kultúrát akarták, hogy az kultúrát lehet nevezni, akarták vinni a blokkban, és ezeknek megvolt a Szovjetunióban a szövetségesük, akik majd ugye a 91-es puccsra gondoljunk, hogy ott majd ott megszületik, lesz is egy ilyen óbolsevik puccskísérlet. Na most ahhoz, hogy Gorbacsov stabilizálni tudja a helyzetét, ahhoz neki azért kellenek a magyarok, mert a magyarok mennek a leggyorsabban ezen a reformok átalakulás úton, lám nálunk is, lehet akkor nálunk is, és Gorbacsovnak muszáj megbuktatni a Honeckert. És gyakorlatilag az egész ez innen eredeztethető. Mert ő meg akarja buktatni, na erre pont jó lesz, hogy akkor a magyaroknál határnyitás, pont
és akkor ebbe az egészbe lehet tudni, a német munkáspárt az bele fog ebbe bukni. No, hogy minden esetre Horn Gyula megalapozta a nemzetközi sikerességét ebben az időben, 1989-90-ben. No, de ugye ez jól jött neki 1994-ben valószínűleg, amikor jelentős nemzetközi tényezők ott álltak mellette akkor, amikor ő miniszterelnök lett. De ennek volt ára is, ha jól látom, például a privatizációt 94-ben. Most az a helyzet, hogy 94-es szituációban én kicsit óvatosabban fogalmaznék, az elfogadottságához hozzájárul, de az, hogy ő abba a pozícióba tudja magát hozni, hogy miniszterelnök lesz, és akkor miniszterelnök lehet, az alapvetően a közép-európai posztkommunista eliteknek a viselkedési mintázatából következik, a nyugatiak rájönnek arra, hogy ezekkel az emberekkel lehet majd tárgyalni az úgynevezett privatizációról, amely szó nincs, hogy privatizáció lett volna, hanem egyszerűen a nyugati nagy cégeknek a piacszerző műveletét azt ezek az emberek fogják támogatni, és pontosan azért, nem azért, mert határnyitott, hanem azért, mert pufajkás volt, és lehet mivel fogni. És gyakorlatilag ez vezet ahhoz, hogy 94 után még azt a 13 nagyvállalatot, amit a Antal kormány még mint ilyen családi ezüstöt megpróbál megóvni a privatizációtól, azt is villámgyorsan eladják 94-95-ben. Ez az ára. Itt fizette ki az árát, amit tulajdonképpen az, hogy ő miniszterelnöki székbe kerülhetett. Az összes többi az nyilván hozzájárult, nyilván volt egy jó hangulat körülötte a határnyitás miatt, de azért a németek azok pontosan tudták, hogy ezt nem Horn Gyula döntött el. De még attól tartok, hogy nem is Németh Miklós. Az más kérdés, hogy lehet, hogy a szovjetek azok hogyan hagyták, hogy megtörténjen, és azért azt a kérdést is föltenném ezen a ponton, hogy azért a Magyarországra menekült NDK-sok azok ugyan honnan voltak ilyen jól értesültek a magyar belpolitikai nyilatkozatokról, hogyha nem volt ennek egy a Stázi részéről egy titkosszolgálati vonala. Visszatudunk menni még egy kicsit a 80-as évekbe, abban az időben, amikor azt említette az előbb, hogy Horn Gyula a keleti blokkért volt felelős a külügyi vonalon, a pártapparátusban, Németh Miklós pedig a nyugati vonalért. Hogy lett mégiscsak a nyugati vonalnak az egyik kedvence Horn Gyula, éppen a határnyitás és egyéb esetek után? Egyrészt ezért, másrészt tulajdonképpen mindegyik társaságon, minden kommunista csoporton belül nagyon komoly harcok folytak, és a Németh Miklós igazából persze ő a átmenetnek a miniszterelnöke akart lenni, tehát ezt már tudta magáról, de a párton belül, amikor az MSZMP-ből MSZP lesz, akkor ennél a pártváltásnál ezt a pártot valójában a Nyers Rezső szervezi át, tehát a Nyers Rezső viszi tovább, ezért is kerül ki a Posgai ebből az egész történetből viszonylag gyorsan, tehát hogy ő viszi tovább a pártot, és Nyers az viszont Horn Gyulát választja, pontosan azért, mert ő az a gazdasági ember, akivel korábban is együttműködött. Ne felejtsük el, hogy Nyers Rezső úgy lesz a nagy reformer, hogy 1955-ben lesz először miniszter. Rákosi Mátyás találmánya volt ő annak idején. Köszönöm a beszélgetést. 1956-ban Horn Gyula rossz oldalon állt, nem a karhatalmistáknak volt igazuk. Az elmúlt 20 évben viszont mindent megtett a demokratikus rendszerváltásért. Így reagált Lendvai Ildikó 2007-ben, amikor Sólyom László, akkori köztársasági elnök nem írta alá, hogy Horn Gyula állami kitüntetésben részesüljön. Hogyan értékelhetjük ma politikai munkásságát? Koltai Bori erre kereste a választ. Ha lett volna rendes rendszerváltoztatás lusztrációval, igazságtétellel, Horn Gyula nem válhatott volna miniszterelnökké. A szembenézés, a bocsánatkérés hiánya mérhetetlen károkat okozott ennek a társadalomnak. Amikor arról van szó, hogy Horn Gyula szobrot kap a város egy pontján, akkor én ezt elképedve fogadom. A fővárosi közgyűlés 2022 nyarán úgy döntött, hogy az egykori miniszterelnökről nevez el egy korábban névtelen 13. kerületi közterületet.
A Horn-Gyula sétányról született határozat épp annyira megosztja a mai magyar társadalmat, mint a politikus pályafutása. Lássuk, miben különbözik a külföldi és hazai megítélése. A rendszerváltoztatás óta eltelt idő talán legellentmondásos a politikai személyiségének. Mi ezt az egész rendszerváltást azért folytattuk le, hogy megszabaduljunk a kommunistáktól. Na most Horn Gyula kommunista volt, ezt soha nem tagadta meg, amikor őt egyszer számon kérték, hogy áramperkettes ügyekben érintett, vagy áramperkettes ügyekben érintett, akkor azt mondta, hogy na és? Tehát ennyi, soha nem kért bocsánatot 56-ért, soha nem kért bocsánatot a kommunista diktatúra elnyomásáért. Mi itt Magyarországon ezt látjuk és értjük, tehát nekünk mond valamit az a szó, hogy pufajkás. Az a helyzet, hogy rajtunk kívül, főleg nyugatabbra, ez nem feltétlenül értelmezhető. Épp ezért történhetett meg, mondjuk 1990-ben az, hogy Kohl kancellár felhívja Antall Józsefet, és megkéri arra, hogy legyen külügyminiszter Horn Gyula. És Antall nyilván ezt nem tudja fölvállalni, nyilván azt mondja, hogy szó sem lehet róla. De jelzi, hogy Nyugat-Németországban értelmezhetetlenek a mi traumáink. Ők Hornban azt a média személyiséget látják, aki megnyitotta a határt, aki átvágta a szögesdrótot, és ezért úgy jelenik meg számukra, mint valaki, aki a nyugati demokráciához csatolta a keleti blokkot, aki segített abban, hogy a szovjet rendszer összeomlott. Elképesztő nimbusz övezi az ő nevét, akár az unió szintjén is. Az Európai Unió parlamentjének épületében tanácstermet neveznek el a nevéről. Ő kapott azért egy szobrot az Európai Parlament épületében. Neki van szobra, Németh Miklósnak pedig nincs. Számos példát lehet említeni, például Wertheim városában utcát neveztek el Horn Gyuláról. Számos német magas állami kitüntetésben részesült. Ő a személyében, de talán egy kicsit az alkatában is, a Kádár rendszernek a folytatását tudta megtestesíteni, vagy legalábbis ennek egy ígérete tudott lenni, és ez egy olyan tömeget tudott maga mögé felsorakoztatni, ami már politikai szavazatok számában nagyon jelentős volt. Ennek az eredménye lett a kétharmados MSZP-SZDSZ kormányzás 94 és 98 között. Ebben az időszakban érzékelhető egy elmozdulás az emlékezet politikában. 56 kérdését elmaszatolják. Csak hogy az a helyzet, hogy Magyarországon van egy alaptörvénye. És az alaptörvény kimondja, hogy mai szabadságunk az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki. Ez az egyik. A másik dolog, amit az alaptörvény kimond, hogy azok a bűnök, amiket a pártállam elkövetett a magyar társadalommal szemben, ezeknek a büntethetősége nem évül el. Az, hogy ennek mi a jogi minősítése, az egy külön kérdés, de van ennek egy morális minősítése is. És azt gondolom, hogy 1990 után Magyarországon olyan politikusnak, aki különösen 56-ban a szabadságharc leverésén tevékenykedett, semmilyen politikai vagy bármilyen közéleti funkciót betöltenie nem lett volna szabad. Horn Gyula magyarországi megítélése a 94 és 98 közötti kormányzást követően lett igazán érdekes, mert ugye azt tapasztalhatjuk, és ez a mai napig érvényes, hogy ő valamilyen szinten Magyarországon egy baloldali idol lett. Először 2002-ben a megyesi kormány javasolta őt magas állami kitüntetésbe, aztán később Gyurcsány is, de szerencsére akkor a köztársaság élnök mindkét esetben Mádl Ferenc és Sólyom László visszautasította ennek a kitüntetésnek az átadását az 56-os szerepvállalása miatt. Viszont itt a főváros esete, ahol közterületet neveztek el Horn Gyuláról 2022-ben. Ez egy jó döntés volt. Azt gondolom, hogy egy vitán felül álló történelmi személyiség. Nem csak a jó ízlés sérti, hanem konkrétan egy törvénybe is ütközik, mert a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény kimondja, hogy Magyarországon nem viselheti közterület olyan személynek a nevét, aki a 20. századi önkényuralmi rendszer megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett.
Ez egy folyamatban lévő ügy jelenleg, de az tény, hogy Horn Gyula közterületi elnevezésre, de magasrangú állami kitüntetésre sem méltó szereplő. Horn Gyula számomra mindig is kommunista maradt, és ezen a tényen nem tud változtatni az, hogy voltak olyan lépései, amik viszont kétségtelenül az érdemei közé tartoznak. Ebben a hatányításban való segítsége ide tartozik feltétlenül. Sokan egy tehetséges politikusnak tartják, az is volt, pragmatikus ember volt. Sok minden pozitívumot lehet róla mondani, de én a negatívumokra és a múltjából adódó következményekre hívnám fel a figyelmet, és azt gondolom, így kell, hogy bekerüljön a történelemkönyvekbe. Ezeknek az emlékezett politikai alapoknak, ezeknek nemzeti minimumoknak kellene lenniük. 56 jelenti azt a vörös vonalat, amin nem szabad átlépni a magyar közéletben, mert hogyha ez megengedhető válik, hogy valaki 56-ban karhatalmista volt és később példakép lett, akkor minden értékünket relativizáljuk. Vendégem Halmi Kunda, rendszerváltás történetét kutató intézet és levéltár munkatársa. Jó estét kívánok el. Jó estét kívánok. Na hát nézzük meg akkor mindezt így most már távlatokban. 1994-et először, mert úgy tűnik az emberek megbocsájtották ekkor már Hornnak a kommunista múltját és a karhatalmista múltját, vagy pedig éppen a kommunista múlt segített neki 94-ben, hogy mégiscsak a miniszterelnöki székbe kerülhessen? Talán lehet egy harmadik igazság is, egyrészt, hogy 89-ben, mikor ezek a határnyitás dolgok, ezek a nagy reformer fellépések történtek, az emberek nem tudták, hogy Horn Gyula pufajkás volt. Tehát, hogy ezt a közgondolkodás, a közélet ezt nem ismerte még. És ebből jön ki úgy a történet, hogy jön egy Antal kormány, ami azért olyan gazdasági örökséget vesz át az előző rendszerből, ami egy katasztrófa, hatalmas államadósság, megoldatlan privatizációs ügyek, az állam félig meddig gazdaságilag működésképtelen, és óriási az emberek várakozása, hogy itt, ahogy rendszerváltozás történik, jön egy új fejezet, és jól fogunk élni. Na most ez nem így történik, hatalmas a csalódás, és adja magát, hogy az állampárt, pragmatikus, taktikus és ügyes és elfogadott vezetője az érre tud törni 94-ben. 94-ben úgy tör érre, hogy ráadásul az MSZP-nek többsége lesz az országgyűlésben, és ehhez képest beveszi a koalícióba az SZDSZ-t. Miért teszi ezt? Erre is többféle magyarázat létezik. Szerintem az egyik legrelevánsabb, hogy a Horn Gyula tényleg nagyon rafinált és ügyes ember volt, és távolba látó személyiség, és ismert az SZDSZ működési stílusát, politikai stílusát. Nem biztos, hogy szeretett volna magának egy olyan harsány, liberális ellenzéket, aki mindenhol kerékkötőjévé válik, ezért inkább egyrészt bevette, másrészt volt egy erőteljes nyugati befektetői, nyugati kormányzati, illetve politikai nyomás a liberális demokráciák irányából, hogy az SZDSZ-szel üljön le tárgyalni, és kerüljön be a koalícióba. Na most nézzük meg az életút végét. Már 2006-2007-ben ad interjút a Die Weltnek talán? Két interjúról is van szó, 2007-ben és 2006-ban és 2007-ben. Ő hogy értékeli az életútját? Ez revelatív, negatív értelemben, mert ő tulajdonképpen felvállalja az egész pufajkás múltját azzal, hogy ő köztörvényes emberek ellen harcolt 56 végétől 57 tavaszáig, és ő ebben semmi kivetni volt nem talál. Sőt, 2007-ben a második interjúban Gorbacsovval együtt nyilatkozik, ahol Gorbacsov azt találja mondani, hogy 56-os szovjet bevonulás az elkerülhetetlen volt, nem lehetett máshogy megoldani, és ezt valahogy így el kell fogadni a magyar közgondolkodásban. Ez annyira kemény volt akkor, hogy ezt még az MSZP is kikérte magának, visszautasította. Az SZDSZ egyébként az előző interjúját, a Horn Gyula pufajkás múltjának elfogadását is visszautasította. Mit gondol arról, hogyha a rendszerváltoztatás környékén valódi elszámoltatás van, tehát a régi rendszer embereinek a valódi elszámoltatása, akkor Horn Gyula lehetett volna még politikus, és pláne miniszterelnök vagy sem? Több szempontból nem lehetett volna közéleti személyisége véleményem szerint, mert aki a forradalom leverésében szerepet játszó karhatalmi egységekben tag volt, és vitatott módon volt tag, tehát ki tudja, mikben vett részt, illetve ilyen magas pártszinten, mert
párt az MSZNP KB külügyi osztályának volt tagja, és csak 85-től lett a külügyminisztériumban. Tehát ő belső pártemberként nyilvánvalóan egy rendszerváltozás után nem ezt várták volna az emberek, hogy újra hatalomba kerülhet. Van itt egy folyamatosság Kádártól? Igen, ezt jól látni, hogy van az MSZNP-MSZP vonalnak van egy nagyon erős hierarchikus berendezkedése, gondoljunk bele Kádár János, Grósz Károly, Nyers Rezső, Horn Gyula, majd Kovács László, tehát ezek megkérdőjelezhetetlen egymást követő tekintélyek, tehát ott az elvtársak még stabil egység frontban dolgoztak, ennek a levét itta meg az ország még 20 évig a rendszerváltozás után is. A gyökerek ott vannak az 50-es években. Így van. Köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, Önök az M5 históriát látták. Műsorunkat újra nézhetik a mediaclick.hu oldalon és a YouTube-on is. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!